A 2020-2021-es tanévtől találkozhatunk országszerte, így Szabolcs-Szentmellberek vármegyében is iskolaőrökkel a köznevelési és szakképzési intézményekben. A rendszer bevezetésének célja az volt, hogy a prevenció eszközeivel tartsa fenn a rendet az adott iskolában. A legutóbbi tanév azt igazolta, hogy szükség van az iskolaőrök munkájára, és sikeres a rendszer. Erről is szó volt a Nyíregyházán megrendezett szakmai fórumon. 68 intézmény ezt a programmal részt az idei tanévtől, vagy a tavalyi tanévtől. Jelenleg 67-en vagyunk egyébként iskolőrökkel, úgy 67 iskolőr teljesít szolgálatot. Egy igazából komplex feladat az övék, hiszen egyrészt a prevenció eszközeivel kell fellépni, tehát meg kell előzni, a megelőzésen van a hangsúly, de ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy 20 intézkedés volt, amit fogalmatosítottak a tanév során. Ez egyébként egy komoly növekmény, hiszen a tavalyi tanévben 6 volt összesen. Igaz, hogy 33 új intézmény csatlakozott a programhoz, de ez azt jelenti, hogy aktívak az iskolőrök, közbelépnek, hogyha kell. Ez lehet iskolai intézkedés, de lehet olyan intézkedés is, hogy mondjuk például mentőt hívtak az adott gyermekhez, mert olyan probléma merült fel. Szóval ez egy összetett, összehangolt munkát igénylő tevékenység. Az iskolaőr intézkedési jogosultsága azonban csak a nevelési oktatási intézmény területére terjed ki tanítási időben. A kényszerítő eszközök közül kizárólag testi kényszer, vegyi eszköz, rendőrbot és bilincs használatára jogosult meghatározott esetekben. Bár elsődleges cél, hogy megfelelő kommunikációval biztosítsa a tanulók és az intézmény dolgozóinak biztonságát, az azt sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza. Átesnek egy képzésen, amivel próbálja kihozni a legtöbbet belőle, de nyilván a legtöbbet majd az iskolában tanulják, ezt el kell ismerni. Mindenképpen jó kommunikációs készséggel kell rendelkezni, nyilván kell egy bizonyos szakmai tudás, amivel fel kell, hogy vértezve legyen, hogy mikor mit intézkedjen, mit tegyen. Illetve hát kell egyfajta tolerancia és türelem a diákok, a gyermekek, a pedagógusok, az intézmény vezetése felé. Kicsit el is kell adni magát tulajdonképpen az iskolába, de azt gondolom, hogy ez nem jelent problémát az őreink számára. Az iskola fenntartó kezdeményezésére érkezhet az adott intézménybe iskolaőr. Ezért van az, hogy nem minden oktatási intézményben találkozhatnak a gyerekek iskolaőrrel.